10 különféle szervezet és intézmény képviselői, többek között a Nyírerdőtől, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől, vagy épp a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól. A közös bennük, hogy napi szinten foglalkoznak az élővilággal vagy a környezetvédelem ügyével. Azért találkoztak kedden a Nyíregyházi Városháza épületében, hogy közösen megalakítsák a megyeszéke környezetvédelmi kerekasztalát. A csoport szakmai véleményező és javaslattételi joggal rendelkezve, érdekegyeztető fórumként működik majd a környezetet, természetet érintő helyi kérdésekben. A szereplők hasznos tanácsaikkal segíthetnek az önkormányzatnak, melynek célja a kerekasztal munkájának koordinálása és az anyagi feltételek megteremtése lesz. Igyekeztünk úgy választani, hogy a környezetvédelem minden területéről legyenek. Tehát legyenek olyanok, akik a levegővel foglalkoznak, legyenek akik a fákkal foglalkoznak, a vízzel foglalkoznak, legyenek olyan civil szervezetek, akik állatokkal foglalkoznak, ugye mivel ez egy nagy kerekegész, és nyilván ennek az együttes hatása érvényesül. A kerekasztal feladata lesz a téma társadalmasítása, amelyben az egyik legfontosabb a fiatalok megszólítása, hogy minél korábban megismerkedjenek a környezetvédelem ügyével. Ezért lett tagja a fórumnak a nyíregyházi diákpolgármester, aki megerősítette egyre fontosabb az iskoláskorúak számára az élhetőbb jövőért való tenni akarás. A kerekasztalhoz egyébként a tevékenységünkkel rögtön augusztus elején egy tevékenységgel és egy programmal is fogunk kapcsolódni. Egy hulladékgyűjtést szeretnénk majd szervezni augusztus 3-án a város lakói, legfőképp természetesen fiataljai számára. Egy adott kiválasztott városrészt szeretnénk majd hulladékmentesíteni és kicsit szebbé varázsolni. A kerekasztal célja lesz a természeti tőke védelme, annak megőrzése és növelése, valamint a lakosság egészségének és életminőségének javítása is. A tagok száma jövőben tovább bővülhet.